Együttműködő partnerünk proserver.hu, fényképes ajándék tárgyak.hu, BenQ. Köszöntünk mindenkit. Sziasztok. Nagy szeretettel az új díszletünkbe, megújult módon, Restart Extra, legalábbis ami azt illeti. Kicsit olyan virágos környezetben vagyunk, meg mindenféle dolog, hát a számtek eszközöket elfelejtettük bepakolni a díszletbe, ezt nézzétek el nekünk, viszont rengeteg dolgunk van a mai adásban. Ja, a Restart Extrát látjátok Marcival. És Wendivel, szokásosak a fórumok, ahol velünk kapcsolatban tudtok lépni és kérdezni, ugye Facebook, telefon, Skype, meg minden egyéb kutya füle. Így van, a képernyő alsó részén olvashatjátok az elérhetőségeket, mint úgy. 44513-49, a kérdés van, lehet csörögni. Fenn vagyunk a Skype-on is, tv.fixhd, Facebookon is lehet lájkolni bennünket. Ez ugye a facebook.com/fixhd, és ugye egészen a mai napig lehetett a nyereményjátékban részt venni, illetve megosztani, lájkolni a nyereményjátékunkat. Itt van a nyeremény, kérem szépen, ezt a mai adásban ki fogjuk sorsolni, kicsikét később majd. Úgyhogy érdemes lesz figyelni a műsort, a fixes ajándékcsomag, egérpad, négy jegykártyatartó, gravírozott toll és egy vásárlási kedvezmény is található ebben a csomagban. Úgyhogy remélem sokan lájkoltátok, illetve osztottátok meg az ezzel kapcsolatos játékfelhívásunkat. Na de mi történt a nagyvilágban ezen a héten? Erről szól ugye ez a műsor, úgyhogy erről fogunk nektek természetesen számot adni a mai adásban. Marci. De pont itt az adásodat mondtam meg, hogy kijött a Windows 8 az SP1, ezzel hát nem is SP1-nek hívják, de jelentős, fontos javítócsomag érkezett a Windows 8, az ugye még piacra kerülés előtt. A rendszer alapjait csiszolgatja ez a javítócsomag, és a Windows Server 2012-t és a Windows 8-at egyaránt érinti. A kódhivatos lezárását követően elkészült javításokat préselik még bele. A javítások, ahogy mondtam, az alapjait érintik. Azt mondják itt, hogy semmilyen nagyobb problémára nem utal a történet, hanem igazándiból nem szeretnék, hogy ezt akkor kelljen kiadni, amikor már a vásárlóknál van a Windows 8. Ezzel nincs is baj, hogyha az ember még foldozgatja, amíg nem menet közben akarjuk megszerelni a repülőgépet, de a gyerek szerint erről eddig ugye nincsen szó. Egyébként nagyon szűksze volt a közlemény, az operációs rendszer energiahatékonyságát, tehát az akkuüzemidőt javítja, a felületek, a metrós alkalmazások és az új startmenü sebességet is javítja. A frissítés telepítést követően javult az audiós videótartalmak lejátszása bizonyos körülmények között. Ezt a GUI mondatot. Igen, tehát ez a nesze semmi fogd meg jó kategória, tehát hogy így mi alapján. Ja, indítok majd egy hátteret, jó Krisztián? Csak így neked mondom, úgyhogy majd a hangra vigyázz. Szerintem kihagytak valami fontos dolgot és így csempészik vissza, de nem baj, hát jó, hogyha rájönnek. Biztos vadbuli volt, amikor az RTM verziót összerakták. Én nem is értem ezt, tehát ki se adták a véglegeset még. Ugye a végleges verzió az egyelőre még a gyártásra szánt verzióról beszélünk, amit elkezdtek két hete gyártani, körülbelül 2-3 hete. Akkor most frissítés volt, tehát ergo amit gyártanak, az nem jó? Vagy legalábbis az még hibás csomag? Hibás hát telepítés? Majd miért? Hát meg majd miért kapsz? Aztán itt többen üdvözölnek minket a falunkon. Igen, van saját falunk. Téglafal ráadásul. Ja, hello, sziasztok! Olyan probléma, hogy egy szimbiános mobilon nézni a YouTube-ot, eddig simán ment gond nélkül, de kb. Két hete a szerverhez kéne kapcsolni, de persze nem sikerül. Nem értem, a YouTube változtatott valamit, a teló semmi nem lett állítgatva. Én szerintem frissíts az alkalmazást csak simán, nem? Igen, én is azt gondolom, hogy az alkalmazást kéne frissíteni, mert a YouTube mindig változtat, de ugye ehhez lerántják a telefonok a legfrissebb verziót, bár megmondom őszintén, szimbiános mobilt már nagyon rég láttam. Használtam. Egyébként igen, tehát nem tudom mennyire frissülnek a dolgok úgy egyébként is, mert hát a maga az operációs rendszer az nem igazán a hát ugyanaz okos telefon kategóriába tartozik, de azért mégis úgy valahogy nem tartják nem számon. Nem okos telefon. Én nem tartom abba.
Marcokat minden tud. Ugyanazt tudja, mint egy Android, vagy ugyanazt tudja, mint egy iOS, vagy egy Windows Phone, akkor mégis miért nem az? Nem. Igen, azt mondom, hogy valamiért nem így tartják számon, de hát ez mindegy igazából, ezt mi se tudjuk. Ha valaki tudja, akkor csörögjön nekünk, és mondjátok el. iPad mini? Mi összenyomták, aztán nem tudom, ezt gondolom a gyerekgyárukba gyártják azért mini, vagy nem tudom. Ahol gyerekek a dolgok, nem tudom, mini. Mindenből mostában divat minit csinálni. Samsungnak Galaxy-nak is mini. Mini-je jön, ugye, ez egy olcsóbb, olcsóbb kategóriás, mert olcsóbb az S3-nál, ugye S3, mi olcsóbb az S3-nál, kvázottabb ugye a teljesítménye, tehát nem egy prémium készülő, tehát közepesnek mondható mondjuk a processzor sebessége, viszont az ára barátibb lesz, és méretben pedig nem akkora, mint az S3, mert... Hát négy hüvelykes kijelzője. Mert ugye tehát... azért az ilyen ekkora giga kijelzőket az emberek nagy része. Az nagy tenyér is kell, hogy az ember ilyen. Értem. Ugye? Hát pontosabb adatokat is akkor mondok nektek róla. A Galaxy S3 mini kijelzője 800x480-as felbontású lesz. Ugye 4 hüvelykes, a korábbi, és hát a nagy tesójának a 4,8 hüvelykes 1280x800-as felbontásához képest ugye jóval kisebb lesz. Kinézetre nagyjából ugyanúgy néz ki, mint a nagyobb testvére, de belül teljesen más. A processzor egy kétmagos 1 GHz-es proci, annak teljesítménye meg sem közelíti ugye a nagy tesót, akinek 4 magos 1,5 GHz-es processzora van. 8 megapixeles kamerát 5 megapixelesre cserélték, a kijelző fölötti ugye szembe kamerát, tehát a face kamerát pedig 1,9 megapixeles VGA felbontásúra nyomták, és valamiért a mobil hálózatot is csökkentették benne, tehát nem hogy LTE, de a HSDPA-ból is a 14.4 megabites másodpercenkénti maximális letöltési sebességet építették bele, hogy ez a visszalépésre miért volt szükség, ezt nem tudom. Tehát annyival olcsóbbak most már ezek a modemek, hogy a nagyobb az ennyivel drágább lenne? A másik meg ugye, hogy azért ne vegyék el a piacát a nagyobbnak, vagy nem tudom. Uh-huh. Én szerintem ezek inkább fontos marketing okok, mint ami nem változott, az a Bluetooth, van benne NFC ebbe is, tehát az végül is működik, bár nem tudom ugye mennyire használjátok ezt. 8-16 GB-os microSD kártyával bővíthető, az akkumulátora pedig hát egy 1500 mAh-s kapacitású, ami ugye még egy ekkora készülékhez is a bajmi kevés, tehát sok nyomogatással egy napot sem fog kibírni. Viszont a legfrissebb Android, a 4.1-es, az elfutkározik rajta. Úgyhogy mini. És az iPad mini, arról pedig annyi, hogy október 23-án fog megjelenni az iPad mini. Sokan elkezdtek kételkedni abban, hogy az Apple valóban elkészíti ezt a táblagépet, már hogy a kisebb változatot ugye, mert a pletykákban emlegetett október 10-e időpontot a cég semmilyen sajtótájékoztatón nem közölte. Az üzleti lap, egy bizonyos üzleti lap kütyükért felelős rovata szerint nem marad el a bemutató. A várt esemény október 23-án lesz, csak meghívott újságírók jelenhetnek majd meg rajta. Az Apple külön meghívókat senkinek nem küldött. Tehát ez egy ilyen sajtótájékoztató lesz gyakorlatilag, és annak a keretében fogják majd bemutatni. A kütyű portál forrásai szerint a sajtótájékoztatót nem külsős helyszínen, hanem az Apple auditoriumában fogják megtartani, ahol már sok fontos terméket lepleztek le, például ugye az OS X Lion operációs rendszert, a MacBook Air-t, illetve annak idején az iPhone 4S-es verzióját is. Mit tudunk eddig ugye az iPad miniről? Bár az iPhone 5-ről szinte minden információ kiszivárgott a megjelenése előtti hónapban, a népszerű táblagép kisebb verziójáról csak annyit tudni, hogy a kijelzője 7,85 hüvelykes lesz, és ez is már az új töltő, csatlakozó, lightning felülettel lesz ellátva, tehát majd az iPhone 5-ös töltővel lesz kompatibilis, a korábbiakkal nem. Az október 23-ai időpont arra utal, hogy az Apple bemutatójában nagyon igyekszik megelőzni a Microsoftot, hiszen a Redmondi cég október 26-án mutatja be a Windows 8-as operációs rendszerét hivatalosan, illetve a Surface nevű táblagépét is, ami elég valószínűleg riválisa lesz majd ennek az iPad mininek. Úgyhogy ennyit tudunk. Többet nem, mi sem, úgyhogy nem tudunk beszámolni, kíváncsian várjuk majd a megjelenés után, hogy milyenek a visszajelzések az iPad minivel kapcsolatban. Szerintem egyébként sikere lesz. Az iPad az túl nagy, szeretik sokan ugyan, de szerintem egy kisebb verzió lehet, hogy kelendőbb lesz. Én legalábbis így gondolom, aztán hogy alakul, az majd kiderül.
Te nem, mit gondolsz róla, Marci? Nem, csak hogy visszapasszoljam a kérdést hozzá. Nem kívánok a foglalkozni az iPad-del, biztos jó lesz. Oké. Na, képzeld el, Facebook ismételten a hanyag adatkezeléssel került be a szaksajtóba, mégpedig, hogy telefonszámadatbázis volt építhető a Facebookról. Uh-huh. És a hibát a Facebook már javította, a visszaélés azonban újra felhasználó adataival való hanyag bánásmód tette lehetővé, tehát ismét a hozzáállást látjuk. Ugye itt a különböző mobilon használják nagyon sokan a Facebookot, és ugye sokszor úgy keresünk, hogy telefonszám alapján, vagy ha te nem is, akkor a kontaktjaid közül ugye a Facebook ez alapján próbál megkeresni, tehát ez nem egy bug, hogy ez létezett. Viszont azokat a felhasználók a telefonszámot is ki lehetett nyerni, akik gondosan beállították, hogy ez rejtve maradjon ugye mondjuk az ismerősök egy része, vagy a nem ismerőseink számára. És nem volt maximalizálva a szekvencia, hogy mennyit lehet egy IP címről lekérni. Uh-huh. Gyakorlatilag egy blogger kipróbálta, hogy elkezdte a számokat keresni, tehát egy emelkedő számsorrendben a mobil számot, és amikor talált volt, akkor a Facebook megadta nevét nagyon szívesen a... Yeah. Igen. Ezt már javították. Persze arról nem szól a fáma, hogy ez alatt az egy vagy két nap alatt, amióta ez publikus volt, hány cég vagy hány marketing vállalkozás hívta le. Hány százezer vagy hány millió vagy hány milliárd ember adatait. Gyönyörű. Pedig egyébként maga az ötlet jó, hogyha valaki ugye a telefonszámát a Facebookon... Működik továbbra is, csak most már egy IP címről érdekező lekérdezés, néhány száz próbálkozás után blokkolja, így a széles körülbelül elvileg nem lehet létrehozni, de... Uh-huh. Mindegy... Hát furcsa igazából, mert mondom, tehát ugye alapvetően az ötlet jó. Tehát az, hogy valaki, tehát a telefonok nagy része be tudja frissíteni a Facebookon lévő telefonszámok alapján is ugye a névjegyeket a telefonon, ez hasznos, mert nem kell feltétlenül, tehát ha valakinek nincs meg a száma, de ismerősöd Facebookon, és ki van a lehetőség ajánlva számodra, hogy láthatod a telefonszámot, akkor automatikusan befrissíti ugye a mondjuk androidos névjegykártyáit közé az ő telefonszámát is. Tehát ez egy hasznos dolog, az egy más kérdés, hogy valóban erre én nem is gondoltam, hogy ezt ugye marketing céllal akár föl lehet használni adatbázis építésre is. Úgyhogy figyeljünk erre is, hogy az ismerőseink, ha megadjuk a telefonszámunkat, akkor az ne publikus legyen, tehát az a megfelelő korlátozásokat azért ott is végezzük el a Facebook, hogy ki láthatják meg a telefonszámunkat. Ne töltsünk föl, amelyha uram, bocsá, kikerül a nagy nyilvánosság elé egy pillanatra, akkor olyan mértékig szenzitívan, hogy a problémánk legyen belőle. Mert az, hogy na bum, kikerül a szám, az max kényelmetlen lehet. De kinek? Attól függ, milyen telefonszám, meg hogy, meg mint. Úgyhogy tessék továbbra is óvatosan, ez megint csak rámutatott erre. Oké, Norbi kérdezi tőlünk. Szerintem én már válaszoltam egyébként erre a kérdésre, Norbi, még valamelyik nap a Restartban, de hát ezek szerint nem hallottad, úgyhogy lehet, hogy akkor válaszolok rá még egyszer. Szóval a monitorommal vagy a PC-mmel lehet a probléma, ha bekapcsoláskor nem mindig kapcsol a monitor. Ilyenkor nem lehet máshogy bekapcsolni, csak ha áramtalanítom a gépet és újra bekapcsolom. Szerintem ez videókártya vagy annak a csatoló felületének a problémája. Ilyen előfordul. Lehet kontakthiba is persze, de hogyha tényleg egy áramtalanítás után működik a dolog, akkor elképzelhető, hogy ez a videókártya valamiért nem kap áramot rendesen, és természetesen ezért van, hogy nem kapcsol be normálisan. Nem tudsz vele nagyon mit csinálni, még táp problémára gyanakodhatok esetleg, tehát hogy nem megfelelő, tehát kevés a tápot, hogy úgy mondjam, és nem megfelelően hajtja meg a videókártyádat, és esetleg ebből kifolyólag vannak gondok, és amikor kikapcsolod és újra vissza, akkor egy nagyobb löketet ad neki, és az már be tudja indítani valami. Ilyen lehet, de hát ezek elég hülyé hangzanak, nagy úgyhogy ezt orvosolni kell. Sokszor segít mindenben, egy nagy löket, ez így van. Abszolút. Na, aztán tettere, mi van még? Hát, ja igen, elkészült az Office 2013, de majd... A Ricsi azt írja nekünk egyébként, csak így mondom, és ez egy nagyon nagy igazság, hogy mindig az emberi felhasználókkal van a probléma, és nem pedig az operációs rendszerrel. Ez így ebben a formában nem biztos, hogy teljesen igaz, de a magával a szellemiségét osztom, tehát a user error az igen, az a más. Tehát van a user error, ami ugye létezik. Tehát ugye most egy Windowsnál azért voltak más gondok is, tehát amikor ezt most miért csinálja. Bár megmondom őszintén, rég találkoztam ilyennel, mondjuk nem is nagyon mászok a mélységével, de hát minek használni akarom, nem problémázni. Aztán egyébként vannak borzasztó dolgok, hogy emberek mit nem értenek meg, nem is számítógép, de például csak a hozzáállás, valamelyik nap ülök a villamoson, és próbálja valaki nyomni föl a jelzőt az ajtó fölött, amikor már... A villamoson? Igen. Amikor már ezer éve nem ott kell nyomni a jelzőt, a villamoson talán sose kellett ott, az a buszokon volt, hanem ahogy hívják, és egy középkorú pasi volt, tehát nem is az, hogy
hogy egy néni. Ja, de elfelejtett, hogy most villamos. És, de most, tehát az, és várjál, de nem az benne, és nem érti. Tehát és látsz, hogy nem érti, hogy miért nem világít ki a történet. Addig jó, amíg nem a vészjelzőt nyomja. Tehát. Úgyhogy nem, csak ez a fajta mentalitás, hogyha bekerül akár egy jelenbe a számítógép elé, és akkor az egész így elveszik benne. Pont tegnap este sikerült valakivel a múltkori adásról itt a netes fizetés, mármint ilyen távszámlarendszerek, akkor sárga csekkvélyes, ugye erről a múltkor beszéltünk elég sokat, és tegnap egy, hát három bambi után egy nagyon halkszavú beszélgetést folytattam erről valakivel, és hogy ez miért kötelezi azt a világ az embereket, hogy ezt megtanulják, meg stb. Ez probléma, én túlban is azt gondolom, hogy lehet, tessék használni a dolgokat, tessék megtanulni. Jó, most nyilván nem a nyugdíjas korosztályról beszélek, de egy változó világban élünk, és ezek kényelmi dolgok. Egyébként nem kötelező a világ, tehát a post az lesz is, szerintem sokáig el lehet menni a csekkeket feladni, majd szerintem 100 év múlva is, csak hát sokkal inkább megkönnyíti az ember életét, hogyha ezeket otthonról a fotelből meg tudja csinálni, nem? Tehát nem kötelező persze, meg nem kötelező bízni sem az ilyen szolgáltatásokban, bár azt a hiedelmet sem kell kelteni senkiben, ugye, hogy ezek veszélyes dolgok, és ezért nem szabad a neten fizetni, van ilyen is, óvatosan, okosan kell természetesen az ilyen jellegű szolgáltatásokat használni, de mondjuk egy közüzemi számla kifizetés, az nem hiszem, hogy túlságosan veszélyes lenne. Ott mondjuk nincsen csak díj a közüzemieknél, igen. Például. Na, aztán ezek vannak. Aztán Marci van itt velünk. Köszönöm, igen. Német Marci is itt van velünk. Sziasztok, vettem egy 40 ohmos fejhallgatót, PC-vel használom. Szerintetek javulna a hangminőség, ha egy hangkártyával, és nem pedig egy alaplapival, vagy egy erősítővel használnám, vagy csak pénzkidobás, előre is köszi a választ, jó a műsor. Szerintem nem javulna, ez persze attól is függ, hogy mi történik, Marci, csak majd átsétálsz a kamerámon, de jó. Ja. Na, nem kapsz áramot, nem én sem áramot, kapok én sem áramot, csak így mondom, úgyhogy ezt így a kollégának jelezném, hogyha lemerül a laptopom adásba, akkor az lehet, hogy cinkes lesz, de nem kapok áramot. Ez egy ilyen hóbortos. Nincs bedugva a központi hosszabbító egyébként, az a baj, én már tudom. Ez egy ilyen hóbortos például, igaz, Krisztián? Igen, kicsit késve érkeztem, meg én is azért is indult később az adás is. Na mindegy, a lényeg az az, hogy visszatérve a kérdésére Marcinak, megjött az áram, ó, kivilágosult a monitorom. Szóval az az igazság, hogy az alaplapi hangkártyának, és nem tudom, hogy desktop gépről vagy laptopról van-e szó, de végül is valamilyen szinten mindegy, van egy alap erősített kijárata, amin keresztül elvileg nagyon jó minőségben, tehát szabványos, mondhatni CD minőségben kell, hogy halljad a hangot, nem tudom, hogy milyen hangminőségjavulásra számítasz. Természetesen, ha egy erősítővel kötöd ezt össze, és az erősítőn jobban megküldöd a hangot, és bírja is a fülhallgató, akkor valószínűleg nagyobb teljesítményű hangot fogsz kapni, amit mondjuk egy alaplapi hangkártya, vagy egy laptopnak a hangkártyája végesen ad ki magából gyakorlatilag, tehát ott azért abban nincs csak egy minimális beépített erősítés. Tehát, ha te hangosabban akarod hallani a fülhallgatóban a hangot, ahhoz valóban erősítő kell, hogy hangosabban tud ezt tenni, de szerintem a minősége attól nem lesz jobb. Tehát a minőség az ugyanaz marad, sőt, ha analóg módokon van összekötve, és ugye nem megfelel esetleg a kábel, vagy az erősítőnek a minősége, akkor lehet, hogy még inkább ront is az élményen, mint hogy javítson. Egyébként is vigyázzunk, persze ez ilyen okoskodás részemről is, ha ilyet mondok, de persze mindenki úgy hallgat zenét, ahogy akar. Én múltkor láttam valakit az utcán, ilyen nagyon nagy fülhallgató, valami most divat egyébként, és nincs is ezzel semmi gond. De úgy üvöltött benne a zene, fúj. Spec nem technót hallgatott, de mindegy, tehát úgy üvöltött a zene a fülén, amin így rajta volt ugye a fülhallgató a fülén, hogy én simán hallottam, miközben elmentem mellett az utcán, akkor ő mit hallhatott? A tehát ez a full halláskárosodás egyébként. Tehát erre vigyázzunk, hogy a közeltéri fülhallgatók, meg hangszóróknak a hangereje, az roncsolja a hallásokat. Lehet, hogy azért rossz a hallásom, mert ekkora hang felőtt szoktam szórakozni. Elképzelhető. Tehát azért ezek nem erre van kitalálva a fül. A hangszóró az egy más eset, mert az nem közvetlenül a füledbe megy be, hanem ott ugye azért van közte tér, mert a fülhallgató, ami közvetlen a füledbe nyomja bele a hangot, azért ott vigyázni kell tényleg. Tehát én nem akarok tényleg okoskodni, de ne csodálkozzunk. Tehát oké, hogy divat, meg minden, meg ilyenek, de ne hallgassunk a üvöltve zenét, mert az akár halláskárosodáshoz is vezethet hosszabb távon.
Rá is hiszem, bele is van írva mindenkinek a használati utasításában ilyen gumit mondat, hogy és ezt így nem szabad, meg úgy nem szabad, tudod, tehát hogy veszélyes. De ez olyan, mint az agybedugós, hogy hívják, amit én is használok, mert különben a Ikarusz busz izé elnyomja a 30 ez éves busza izét. Az sem egészséges. Tehát... De mondjuk pedig ez egy áj termék, akkor nem tudom, hogy miért ilyen rozog, sokkal kompaktnak kéne lennie. Na mindegy. Ki tudja. Viszont van egy telefonálunk, ha minden igaz, meg van egy Skype hívónk is, Tamás, egy pici türelmet, jó? Mert a telefonálunkkal folytatjuk először, ő volt itt előbb. Halló, halló! Hello, szia! Csak egy kicsit halk a... Igyekszünk hangosan beszélni akkor, jó? Jó, most jó. Na. Az nem a kérdésem, hogy az itthoni routerre hogyan tudnék jelszót tenni. Most így gyorsban meg tudnád, de ezt nekem mondani, egy Linksys routerem van. Uh-huh. Körülbelül, hát mindjárt mondom, 54G-s, azt hiszem. Értem. Jó, az mindegy is a típusa, mert igazából, tehát most fejből a menüjét úgysem tudom, olyat keres, hogy wireless settings mindenképpen. Igen. És basic wireless settings, wireless security. Így van, wireless security, és akkor ott ki tudod választani a titkosítási módot, például az, hogy VPA2, így van, és a VPA2-nél többféle beállítási lehetőség is van, végülis mindegy, melyiket használod, van, amelyiknél számokat lehet megadni, van, amelyiknél viszont jelszót is, az a PSK üzemmód, amikor password key-t kér, ugye? Vagy melyiket key-t? Javaslod? A PSK-t, és akkor meg tudsz adni valamilyen jelszót. Hát itt azt írja, hogy VPA2, Personal és VPA2 Enterprise, Web, Radius. Nem, VPA2 Personal kell neked, mert ugye nem igen, céges. Igen, és akkor itt a TKIP plusz AS. Igen, bár az is mindegy, abból is többféle van, de tökéletes a TK, vagy a... AS. Igen. És akkor utána egy jelszót ott be kell adnod, egy passkey-t gyakorlatilag, ahol behívsz egy jelszót. És onnantól kezdve le lesz jelszavazva a routered. Oké? Okay. Értem, oké. Okay. És akkor a group key az micsoda? Renéből? Ezeket nem muszáj megadni, ezek nem tudom pontosan egyébként, hogy micsoda, arra van szerintem, hogyha többet akarsz hálózatba kötni, igen, tehát több ugyanolyan access pointot akarnál együtt használni, akkor hogy van egy ilyen közös kulcs is, de mivel csak egyet használsz, ott elég, ha a passkey-t adod meg, tehát azt nyugodtan hagyd üresen, okay. És amivel tudod még biztonságosabbá tenni, hogy rejtsd el, tehát az SSID Broadcast nevű opciót, az kapcsolt ki, tehát disable-re tegyed mindenképpen. Jó, és akkor nem is látszik a hálózat egyáltalán. Ha kézzel megadod, akkor természetesen be tudsz rá jelentkezni, de egyébként nem szórja a nevét a routernek. És azt hogy tudom elrejteni a wireless settings, mert a wireless network name SSID-ből töröljek ki minden? Nem, SSID, tehát SSID-t meg kell adni, csak találsz egy olyan beállítást valahol, hogy enable SSID broadcast talán. Igen, megvan. Na, azt kapcsolt ki, és akkor nem fogja szórni a jelet. Jó. Illetve szórni fogja, csak a nevet nem fogja közzé tenni. Okay? Hát ez nagyon jó, köszönöm ennyi szépen. Ennyi igazából. Jól van, nincs mit. Köszi, hogy hívtál. Hello. Köszi szépen. Erre leteszi nekünk Tamás. Vagy lehet, hogy vele beszéltünk, nem a telefonálókkal? Én már nem vagyok képbe. Ez egy ilyen hóbortos pénteki adás. A telefonálók itt van a vonalban? Tehát vele beszéltünk. Csak azért, mert a hívás legvégén pont a Tamás is letette, akivel Skype-on beszéltünk. Drága a Skype. Úgyhogy Tamás, akkor legyél kedves visszaindítani bennünket. Igen, válságban kicsit drága az ingyenes Skype. Na, bármi kérdés van, hívjatok. Nem sokkal sorsolok ám, figyelem, csak még itt össze kell szednem a módját aztán ennek. Na megint itt van a technika. Ami van ma itt. Kilógunk a képből egyébként. Igen, hát jó, bár ha bártunk, aztán ezért. Jó. Misi írja nekünk, Vendi, már régóta vannak olyan fülhallgatók, aminek van külső hangszórója. A mai kütyükbe már beépítik a gyári folytást, ergo hiába veszel hozzá XY fülest, nem lesz hangosabb. Hát, Misi, én ezt nem érsz, hogy beépítik a gyári folytást. Tehát, azt, hogy nem tudod egy idő után hangosítani. Hát persze, mert akkor a teljesítménye. Tehát, de nem, hanem halk. Igen, hogy ne legyen végfokos, belőnek egy teljesítményt, és annál följebb nem engedi. Persze, hogyha megküldöd rendesen, akkor csak azt éred el vele, hogy ugyanúgy végfokos lesz, csak torzítani fog a történet, és idő után úgyis tönkre megy. Tehát pont annyi ideig jók egyébként ezek a fülhallgatók, amennyi idő alatt pont végfokos. De általában hogy romlik le egy fülhallgató? Vagy a kábelével van gond. Ilyesmi, és rá esebb. Például, tehát vagy a kábelével van gond,
mond, ugye, és elszakad, kontaktos lesz, blablabla, vagy végfokos lesz maga a fülhallgató rész gyakorlatilag, tehát a benne lévő kis membrán, vagy hát általában az egyébként, vagy szénporos megoldás, ugye ugyanúgy a mikrofonoknál is, ide után elhasználódik, tehát ezeket ilyen egy-két évre tervezik, többre nem sajnos, és mázli, ha addig kibírja. Tehát most az, hogy beépítenek gyárilag ilyen folytásokat bele, lehet, de mondom, sok értelme nincsen. Valamekkora folytást célszerű, mert alapból torzan szólna, hogyha nem lenne belőve, ugye, hogy mekkora teljesítményre van egyébként szabva maga. De ez a hangszórókra is igaz, nem csak a fülhallgatókra egyébként. András írja nekünk, hogy öreg hiba, hogy amikor visszanézitek a bejegyzéseket, mindig a legújabbakra válaszoltok, így sokszor régebben, de még adásidőben feltett kérdésekre sem kap választ a user. Dehogy nem, igyekszünk visszafele nézni. Én most visszanéztem a korábbi bejegyzéseket, és mindegyiket megválaszoltuk. Abszolút. Való igaz, a megválaszolás sorrendjének változásának jogát fenntart. Abszolút, ez jó, igen. Igen, tehát az, hogy ugrándozunk itt a kérdések között, az azért van, mert közben lehet, hogy utána is nézünk egy-kettőnek, vagy éppen nem oda illik, vagy valami, és akkor ezeket, vagy éppen nem tudunk rá válaszolni, akkor azokat vagy kihagyjuk, vagy ugye néha megmondjuk, hogy nem tudunk rá. De hát igazából ezért jó a Facebook, mert egymásnak is tudtok reagálni. Tehát lehet, hogy mi vagyunk itt a tévében, és azért van ez a műsor, hogy mi válaszoljunk, de ti egymásnak is nyugodtan segíthettek, mert hát mindent mi sem tudhatunk, tehát azért ne nézzetek minket két lábon járó lexikonnak, ugyebár. Így van, tehát azért a lexikon az más. Máskor van meg más dolog. Na, aztán tettel valami itt volt, amit elfelejtettem. Na. Ja igen, kaptam kérdést közben, VIP kérdés, hol lehet minket mobilon nézni, m.fixhd.tv, és tudsz választani egy alma közül, meg egy zöld kuka közül, valamelyikhez rá kell. Így van, a zöld... Koppintanod, au, és izé... A zöld robotos verzió egyébként BlackBerry-n is működik, tehát csak így mondom, hogy ugye nem tettük oda külön a BlackBerry ikont, de ugyanaz nézheti a BlackBerry-n is egyébként. Akkor tudom nézni, szederszedés közben. Pontosan, de még a Windows Phone-on is, ha minden igaz egyébként. Mert azt még nem próbáltam ki, Windows Phone-osok, próbáljátok ki. Elvileg igen. Tehát az RTSP, ugye Real Time Transfer protokoll ra megy, és azt elvileg a legtöbb mobil lejátszó, kivéve ugye az Apple-t, mert ő saját pseudo HTTP-s megoldással dolgozik, a többinek elvileg az RTSP-t kéne ismernie, tehát működnie kell vele a lejátszójával. Jó. Lulu, én nem tudom, melyik műsort néz éppen, úgy mellesleg. Sziasztok, Zoli, hol a Wendy? Tehát először is itt vagyok én, mint Wendy, Zoli az nincs is a tévében, ő Marci, úgy mellesleg megjegyezni. Már elkezdődött a hétvége, na, várjál már meg a dolgokat. Lulinál már hétvége van, elég rendesen. Lehet, hogy egy szemüveget meg kéne próbálni beszerezni. Mit szóltok a Facebook hangulatjelekhez? Én pont tettem fel az oldalamon a kérdés, ezek tegnap is itt voltak, fel se tűnt. Milyen hangulatjelekhez? Hogyha most már smiley-t írsz, vagy szívecskét a Facebookon, akkor ugyanaz, de az akkor megjelenik, nem a karaktereket hagyja, hanem átteszi a kis emotionre. Ja, már alapból, amikor írás kommentbe, közben. Kommentben, jó. Igen. Úgyhogy gondolom, nagyon nagy fejlesztés volt, és hatalmas beruházás ez a Facebook INC részéről. Nem tudom. Ja, csak ne legyen belőle MSN könyörgök, tehát ne lehessen majd pluszba lehozolteni hozzá a múltikonokat, mert magamhoz fog nyúlni, komolyan mondom, ha itt is majd ugrálni fog minden. Emlékszem még azokra, amikor az MSN ment, kitiltok mindenki töltögette fel az ilyen rosszabbnál rosszabb és szarabbnál szarabb. Én megtiltogattam le azokat az embereket, aki úgy merészelt nekem írni. És írt valamit, és akkor így úgy nézett ki az írás, hogy ilyen hieroglifa. Elkutott egy kis macska, utána egy virág, és ott is gondoltak, hogy ezt sör, tehát nem tudom. Ne. Soha. Ne. Ilyeneket ne csináljatok, gyerekek. Jó, itt még nem tartjuk úgy, itt még nem tartunk. Hát nagyon remélem, mert tehát, hogy de egyébként tényleg a legfontosabb frissítés a Facebookon ez, tehát én már kezdem hiányolni egyébként a fontos frissítéseket, tehát tényleg mostanában ülnek a babérjaikon a Facebook fejlesztők. Nem, a mobilos cuccokat, azokat egész jól csinálják, de igazából nem nagyon nem tudom, lehetne egy csomó mindent még beletenni, nem? Ami eddig volt, azokat meg beszüntetik. Például ugye a statikus Facebookos alkalmazásokat lehetett csinálni. Hát nem működik már. Tehát például nekünk is lehetett nézni az élő adásunkat a Facebookon. Pont ma kerestem ilyet. Működik. Pont ma foglalkoztam az oldalammal egy keveset. FBLM. És nem mennek ezek a dolgok? Nem mennek. És a másik, amivel pont beszélgettem egy olyan emberrel, aki ilyen Facebook oldalakat tart karban, meg stb. És pont arról beszélgettünk tegnap,
hogy a látogatottságnak az ilyen diagramja mindenkinek hónap 10-én így megy lefele, azért, hogy vedd meg a promótot, hogy fizessél azért, tehát, hogy a rajongót az eljusson. Tehát kezd egy ilyen, nem is tudom, ilyen Orwelli 1984-es fordulatot nem venni, hát. Kicsit megcsavarva ugye a pénzéhességgel, de nem tudom, a mobil alkalmazás még mindig hagy maga után Android alatt kívánni valót, szerintem iOS alatt sem lehetne más csinálni, csak ugye beismerni nehéz, ugye, mert a zöld kávéra. A része, tehát ott nem lehet, hogy az probléma legyen, mert hát az iOS az jó. Tehát nem lehet, hogy egy alkalmazás, ami az iOS része, az rossz legyen. Úgyhogy nem így van. De valóban így van, hogy a Marci is mondta. Tehát kicsit olyan kezd kaotikussá válni a Facebook. Arról ne is beszéljünk, hogy megint lassulások tapasztalhatóak, ami eddig nagyjából úgy rendben volt. Az én azt veszem észre mostában, hogy írok egy posztot, nem megy el, a cseten írok valakinek valami, tehát a Facebook cseten valami üzenetet, és kírja, hogy nem lett továbbítva, háromszor kell rányomnom, hogy végre elküldje. Tehát azért még mindig vannak gondok, de az emotikonok azok megvannak, tehát a legfontosabb frissítések azok megérkeztek. Gratulálok a fejlesztőknek! Így van, úgyhogy ezt így nem tudom, tehát most a Facebookra szálltunk rá ebbe az adásba, de... Igen, valamit fikázni kell mindig, tehát igen. Nem, de hát most érted, ugyanúgy, ahogy mindenkinek van véleménye, mi is el szoktuk itt mondani mi véleményünket, természetesen ti is pufoghattok nyugodtan, tehát... Miért tiltottad ki MSN-ről, mikor ki is lehet kapcsolni, kérdezi Leslie. Azért, mert ez egyfajta tudatos azért, mert azért néha én jelen. Szeretnék egy-egy emotikont odarakni, egy smile-it maximum. Igen. Na, de nem olyat, ami körülugrálja a képernyőt. Igen. Jó, azért hál' Istennek, én MSN-t már nem is tudom, nem használok. Már fönn sincs rá. Jó, biztos fönn van a Windows, nem ennyit leszedjem szerintem, de MSN-t már ezer éve nem használok. Ha már izé, akkor Skype. Uh-huh. Sokkal jobb. Tehát nem is értem, hogy annak idején miért nem azt terjedt, akkor se volt rossz már a Skype, amikor az MSN-ből jöttek az ilyen hetetációk. Hát azért elterjedt a Skype egyébként, most csak már, valahogy annak nem kötik össze közösségi szolgáltatásokkal. Annyira, bár teszem hozzá, a Facebooknak alapja. Tehát ugye, ha valaki, ezt egyébként sokan elfelejtik, hogy a Facebook cseten, ha valakivel beszélsz, és fönt látsz egy ilyen kis kameraikont, az azt jelenti, hogy te elvileg videótelefonálhatsz vele, ilyenkor a Skype-ot használ egyébként videótelefonáláshoz a Facebook, tehát van egyfajta ilyen összeintegrálódás, sőt, mi több a Skype-on belül is használtad a Facebookot, ahogy az MSN-nél is. Tehát igazából jogos a kérdés, mert valahogy mégsem, ez nem olyan köztudott. Igen, pedig létezik, igen. Tehát vannak ilyen összefonódások. De van, így van. Mi a véleményünk a BlackBerry OS-ről? Ezt kérdezi Gábor. BlackBerry... Az én valószínűleg nem ismerem, tehát nem tudok rá igazából üzleti, ugye a BlackBerry az egy szolgáltatás, a telefonok ugye a márkája az a RIM, csak BlackBerry-nek terjedt el a történet. Igen. És ahhoz kell egy központi oldalon egy szolgáltatás, az a BlackBerry, hogy az egész levelezés úgy működjön, ahogy kell. Aki egész nap e-mailt, és így pötyög, arra tökéletesen jó. De hogyha mondjuk webnetezni akarsz rajta, vagy GPS-nek használni vezetés közben, azokat szintén tudják, mert ott is nagyon szép modern eszközök vannak, de úgymond nem multimédiás eszközre van kiegyezve, tehát arra kényelmetlen. Egyébként például az a BlackBerry történet, nálunk ugye mindig is az üzleti felhasználókat célozta meg. Egy pár hónapja az egyik mobilizgató bejelentett, hogy most megpróbálja az olcsó BlackBerry-kkel megcélozni a fiatalokat, mert például Nagy-Britanniában a legtöbb fiatalnak BlackBerry-je van, mert az olyan könnyű a fötyögés, a texting. Hát itthon ez annyira nem jött be, tehát itthon annyira máshol pozícionálták annak idén a szolgáltatók. Egyébként jó, bár RIM az most éppen kiszenved, nem, ő is keresi a helyét, mert már egyre inkább az üzletemberek is a BlackBerry, vagy a RIM-től, meg a BlackBerry-től, hát hova máshova fordulnának, mint amiről nem beszélnek, nem mondjuk ki most a nevét. Nem, tehát az, hogy az Apple-hoz, meg az iPhone-hoz fordulnak ők is, úgyhogy tegnap mondtam, hogy megfogtam egy iPhone 5-ös, kezemben volt egy fehér. És milyen érzés volt, Marci? Hát, nem tudom, rögtön visszaadtam, ez egy ékszert, nem fogdosunk úgy, hát ezt nem, az le kell tenni a karátosra. Viszont nem tudom, nekem olyan fura aránytalan az a hosszúkás, vagy nem tudom. És kérdezte tőlem, hát aki vette, kérdezte tőlem, hogy
3G-se volt előtte, kérdeztem, hogy most miben jobb, mit tud többet? Elmondom. Ja? Semmit. Most így mit mondasz, hogy lecserélte? Gyorsabb, és akkor vagy szebb. Jó, hát ha az ember vesz egy új hűtőszekrényt, attól se kérdezi meg, hogy mivel tud többet. Tehát végül is, tehát lehet, hogy csak praktikussági okokból lecserélte. Igen, hát is. Így ezek van. De... Igazából. Aztán a legújabb Android, Facebook Android app már jól működik, fotófeltöltés, meg ilyenek kérdezi Zsolti. Nekem működik, megy, tehát én meg vagyok vele elégedve. A fotófeltöltés se eddig se volt különösebb. A videóval inkább. A videóval van, hát nem tudom, hogy mint hogyha egyszerűbb lenne, ha bevinném a központba, egy flopim, vagy nem tudom, hogy pendrive-val. Egyébként igen, valószínűleg ez egyébként az úgynevezett server-side transzkódolás miatt van. Ugye amikor feltöltünk egy videót, akkor tök mindegy, milyen formátumban tesszük ezt meg, ugye átkonvertálja a központi szerver gyakorlatilag ezt egy szabványos videóformátummá, ami a Facebook oldalon található lejátszóval fullosan kompatibilis. Ezt idézőjelbe téve mondanám, mert teszem hozzá, néha van olyan, hogy rákattintasz egy Facebook által posztolt Facebookos videóra, és így malmozó, hogy az mikor fog elindulni. Tehát ott a videószerver problémáik vannak szerintem, még arra kéne még rágyúrni. Teszem hozzá, a YouTube meg a legtöbb ilyen videó megosztó oldal is ugyanígy működik. Tehát ott is bármilyen minőségű vagy formátumú videót szinte bármilyet föl tudsz tölteni, és úgy is átkonvertálja server side oldalon, tehát server oldalon gyakorlatilag a rendszer egy általa preferált formátumra. Ezért lesz bőle többféle, például a YouTube esetében, például feltöltesz egy HD videót, akkor megcsinálja szépen a kisebb verzióit is, a mobilost, a 480p-t, stb. És ez idő, mert hát gondoljátok el, hogy mindenki töltögeti fel a videókat, azért tudjuk, hogy a videó konvertálás egyébként is egy időigényes dolog. Gondoljátok, hogyha ez több milliót kell egy gépnek, hát nem egynek, rendelel, csak idézi. De szó szerint áttranszkodolású többféle videóformátum, majd ilyenkor több külön MP4 fájlokat csinál ebből, és ezt tárolni, ugye, tehát az mekkora adatmennyiség lehet, ugye YouTube videóknál a videók tárolása, és mindezt még szerver oldalon át is konvertálni gyakorlatilag. Tehát érthető valamilyen szinten a lassúság, de azért tény, hogy ha összehasonlítjuk mondjuk a YouTube-ot a Facebookkal ilyen szinten, akkor a YouTube-nál ez miért van, hogy viszonylag elfogadható időn belül, de működik, akár Full HD és akár most már korlátlan hosszúságú videókkal is. A Facebooknál meg egy egyszerű mobil videót akarsz mobilról feltölteni, és megöregszel. És nem a feltöltéssel van gond, mert ugye ezt a múltkor is mondtuk, hogy speed testet mindent nézve, lehet, hogy a mobilnet az éppen tök jól teljesít, tehát a videó meg nem lehet olyan túl nagy, hogy sokáig tartson feltölteni, mégis mire ki tudod posztolni, meg mire ez felkerül, és ténylegesen kikerül az oldalra, eltelik több óra is akár. Igen. Nagyon furcsa ez ebben a formában, de hát nincs mit ezzel tenni. Aztán úgy el vannak rejtve, amikor egy régi videót kerestem a saját profilomba, olyan jól el van rejtve, vagy most már mondjuk most megújult ugye ez a fényképek menüpont, de nekem annyira nem tetszik. Nem végül tudom. Végül is, tehát hogy igazából ezek ilyen... Én nekem az nem tetszik benne igazából, hogy nem personalizálható, tehát ezt a Facebookban mindig is hiányoltam. Tehát, hogy nem tudod magadnak úgy átalakítani, hogy akarod. Tehát miért nem lehet? Tehát ez a timeline felület is, hogy mindenkit köteleznek rá, hát most hagyd döntsem el az ember, hogy akarja használni, vagy nem. Ugyanez a fényképeknél is, hogy most külön albumok, de hogy melyik legyen a nagyobb, melyik legyen a kisebb kép, mert ugye most már ilyen, és ezt miért nem tudod te magad beállítani, eldönteni, sorrendet állítani, hogy miért feltöltési sorrendbe teszi fel, meg ilyenek. Tehát, hogy ezt nem lehet valamit, tehát nem rugalmas a Facebook egyébként. Nem egyébként, ugye, tehát a Facebook az nem egy felhő alkalmazás. Erre ezt fel kell ismernünk. Dehogy nem. Pont most akar fotótárat csinálni magának, hideg tárolókat épít, hogy minél igen. Fotókat hát akkor az változik. De viszont akkor kéne hozzá legalább egy pikázas szintű kezelés is. Mert pont ma másoltam képeket a munkahelyemen a Google Drive-omra. Hazamentem, és úgy beráhagyítottam, és rögtön már pikázat egy elé, már fordította minden, persze, és mondom, hogy milyen flottul össze van ez rakva. Igen, tehát a Google-nél ezzel nincsenek különösebb problémák, hála Istennek, tehát ez egy jól működő szolgáltatás. Ezen a téren még azért van mit gyúrni, ahogy úgy mondjam a Facebooknak, hogy ezek a szolgáltatások is jól működjenek. Hát most felhő szolgáltatás, vagy nem, alapvetően nem az, de végül is egy közösségi szolgáltatástól is elvárható ez manapság. Pláne, hogyha pénzt akarnak be csinálni, mert most ugye nagyon azon haladnak, és tényleg azokra gyúrnak rá, akár mobilon, akár a desktop oldalon, akkor lehet, hogy a szolgáltatás minőségén is valóban javítani. Igen. Kicsit. Szóval úgy kezd, én váltig azt mondom, hogy kezd a Facebook kicsit
ilyen kaotikus állapotokat ölteni. Lehet, hogy ez az 1 milliárd felhasználó, ez tényleg sok, de pont ezért kéne talán rágyúrni erre a történetre. Tehát nem tudják kihasználni, hogy ennyi előfizet relatíve felhasználójuk van. Igen. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Egyenlőre most ugye kezdi magát túlnőni. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e megtartani. Tehát a növekedés nem mehet örökké. Ugye ezt a gazdaság kapcsán megtanuljuk. Tanuljuk pár éve elég síralmas, elég keservesen. Úgyhogy képzeld el a másikért, amit akartam azt mondani, a héten elkezdtem twitterezni, hogy most az... Igen, csipelsz. Kíváncsiságból, hogy az miért... Mert itthon miért nem terjedt el, mert mondjuk Amerikában nagy divat ugye a Twitter. Uh-huh. És így nem jöttem rá, hogy mi van, vagy miért jön. Nem, mint első menseket küldözgetni egy falra. Igen, egy dolog miatt talán jobb, mert ugye most az azért, mert ugye kezelném a oldalamat is, meg a magánprofilomat is, és az a Pages alkalmazás, ugye az nincsen Androidra, ami a iOS-ra van, nem tudom, már hónapok óta ígérik, de mindegy. És itt könnyebben be tudod állítani, hogy akár kiposztolja mind a kettőre, vagy az egyik emetet, itt könnyebb ezt a felhasználóváltást kezelni, mondjuk, hogyha napközben szeretnél a követőiddel megosztani a Facebookon, vagy aztán szeretnél megosztani a barátaiddal valamit a privát Facebookodon. Uh-huh. Úgyhogy így www.facebook.com/fixmarci, lehet lájkolni az oldalam, már csak 11 lájkolókkal, és megvan a 400, juhú! Jó, tudunk-e róla, hogy PDR-ra létezik-e bizonyos Swine billentyűzet, ami hangfelismerős és ért magyarul? Én nem tudok róla. Hozzád jött a kérdés, ja. De én sem tudok egyébként róla, meg most valahogy nem értem ezt a történetet, a billentyűzet, de hangfelismerés és ért magyarul? Tehát most a billentyű, most ne, tehát ha ért magyarul és van hangfelismerés, akkor minek a billentyűzet? De okay. Hát mert amit nem tud. Jó, aztán tegnap kérdezte egyik ismerősöm, hogy mire jó az idővonalás, ez az idézem, mi ez a tevékenységi napló? Kapásból írtam neki, hogy a tech megfigyelési adatbázisa. Lehet, hogy nagyon tévedtem, írja nekünk Andrew. Hát, lehet. Nem, a tevékenységi napló az gyakorlatilag arra van, hogy lássad, vagy ha aki számára jogosultság van, akkor más is láthatja, hogy te éppen miket csináltál. Ki jelölt ismerősnek, itt jelöltél vissza, milyen képet töltöttél. Tehát egy ilyen kis összegzés, egy naplózás a globális üzenőfaladról gyakorlatilag. Erre van kitalálva. Semmi másra igazából, nem tudom, ki használja ezt úgy mellesleg. De ha valaki gyorsan akarja egy ismerőséről megtudni, hogy miket csinált az elmúlt időkben, akkor ott abba gyorsan megnézheti. Hát az, hogy ezt esetlegesen illetékes szervek is látják, hát na bum, tehát az, hogy belájkoltam Gézukát, attól még most mivel tartóztassanak le, hát most. Jó, na, menjünk tovább, és sorsoljunk egyet, mit szólsz, Marci, mert már szerintem sokan tülkönülnek, hogy úgy mondjam, hiszen van nekünk egy nyereményjátékunk, egész pontosan egy Facebookos nyereményjáték, fixes ajándék csomagot lehet nyerni, itt láthatjátok, ezt a képet kellett lájkolni, illetve megosztani. Egész pontosan, hát nem sok lájk érkezett, több a megosztás viszont, úgyhogy a megosztók között fogunk sorsolni. Reméljük, hogy ők lájkolták is. Ezt úgy fogjuk megtenni, hogy én rámegyek itt erre az ikonra, hogy megosztás. Csak itt nekem nagyon sokáig majd így lefelé kell görgetnem, hogy minden egyes megosztónk szerepeljen a listában, de jól látom, itt nagyon sokan amúgy is belementek ebbe a dologba. De szerintem ezt nem utolsó, mert ez unalmas, majd ha kiszedtem és megvannak a megosztók, akkor utána a megosztók között tudunk sorsolni. Jó? Úgyhogy erre a képre én most itt rámegyek a megosztásra, és akkor onnantól kezdve majd most már látjuk emberek, akik megosztották ezt. Van, aki többször is, úgyhogy nem tudom azt még, hogy fogjuk majd rendszerezni, de igyekszünk. És a megosztás lényege, vagy a sorsolás lényege az ugyanaz lesz, hogy korábbiakban is. Én görgetem a sávot össze-vissza, ha majd most már tényleg mindenkit betöltött, és akinél a Marci egy határozott mostot mond, aki mellett ott az egér, most. Ő nyeri. Ha várjál, még mindig egyelőre kifejti nekem itt a Facebook, hogy az embereket, igen. Kifejti az embereket? Hát úgy értem, mik hogy... azok, babok? Vagy azt lefejtjük, vagy nem tudom, megfejtjük. Nem tudja egyszerre megmutatni.
fejtetted. És persze, na erről mondtam, hogy lassú kicsit. Na, kifejtette, úgyhogy itt van mindenki, aki posztolt, illetve megosztott, úgyhogy most jön akkor a sorsolás, én görgetem. Úgyhogy most már mutathatjuk, hogy lássátok is, hogy tényleg görgetek, és aki mellett ez a görgető sáv meg fog állni, ő fogja megnyerni a fixes ajándékcsomagot. Most kérem szépen a görgető sáv egész pontosan Mészáros Zolinál állt meg, itt láthatjátok, úgyhogy Mészáros Zolinak bajról, ha jól látom, de szép husky kutyáid vannak. Húó! Na, szóval Zoli, gratulálunk, te nyerted meg a fixes ajándékcsomagot, a fényképes ajándék tárgyak és a mi jó voltunkból. Értesíteni fogunk, ha nézed a műsort, akkor akár be is telefonálhatsz, és örülhetsz velünk, minden esetre tied ez a nyeremény. Jó? Úgyhogy gratulálunk hozzá még egyszer. Gratulálunk, használd egészséggel. Így van, az egérpad az egérhez jó, a tollal írni tudsz, a névjegykártya tartóba, meg a névjegykártyáidat tudod tenni, logikus volna, úgyhogy abszolút hasznos eszközöket adunk neked. Sőt, mi több, egy vásárlási kedvezmény is van itt, amelyet felhasználhatsz szintén a fényképesajándéktárgyak.hu webes oldalon, egy webshopban, hogyha ajándékot szeretnél, esetleg egyedi ajándékot csináltatni, így is jönnek az ünnepek, valakinek akkor fel tudod használni a nyereményt. Gratulálunk még egyszer, értesítünk természetesen téged a Facebookon keresztül, de ha látod a műsort, akkor valószínűleg tudod, most nem értesültél róla. Beszélhetünk a térkép szoftverekről, akár ugye a iOS-nek a hibájáról, vagy a Google Maps-ről, ugye én a Google Maps-et használom minden, amikor hova megyek, és úgy otthon még megnézem laptopon, mert ismerem a város, csak hogy pontosan hova esik, és nem akarok GPS-t használni. És miért van az, hogy Baros a keleti pályaudvarnál még mindig azt mutatja az izé, hogy ott át lehet menni, pedig már évek óta nem. Uh-huh. És ezek hogy, de annyira pontos egyébként ez a térkép, hogy nem, azt nem értem, hogy az ilyenek hogy kerülhetik el a figyelmét. Lehet, hogy azért az van, amíg megmondom, hogy egy hónapra zárták le, és négy éve az info van náluk. Pedig érdekes egyébként még azt is, hogyha bekapcsolod a forgalomüzemmódot, akkor még elvileg, ha nagy dugó van, azt is mutatja, és alternatív utakat jelöl. Tehát valamilyen szinten up-to-date a történet, ugye a régebbi navigációs szoftverekben ezt TMC-nek hívták ezt a bizonyos szolgáltatást, igen, amikor egy bizonyos rádió hullám segítségével az arra alkalmas készülékeken küldték az update információkat, hogy hol van dugó, mit kell elkerülni. Ezt most a Google is tudja, tehát a Google Maps is tudja az ilyeneket, tehát ilyen forgalomnézetben. Hogy akkor ez valóban nem lehet, hogy ha bekapcsolod ezt, akkor ott mutatja, hogy azért ott arra nem érdemes nem menni? Nem tudom. De ott nem a fordulatot, nem lehet átmenni. Ugye, nem lehet, igen. Na mindegy, és azért ott ezt mi az? GPS-ként használtam, és akkor néztem be. Most otthon mondtam, hogy jó, akkor másik alternatív útvonal, persze, azt meg lehet neki adni. Viszont 400 000 kilométert frissített a Google, amíg ugye az Apple arról próbálja meggyőzni a felhasználót, hogy az iOS 6 térképen nem is annyira rossz. Meg Berlin az Antarktiszon van, ne, tehát ugye volt is egyébként, hogy a Apple bejelentett, visszavonta a bocsánat kérését, uh-huh, és elindultak a bulldozerek, és áthelyezik a városokat, ahol ja, a térkép mutatja. Ugye a berliniek már költöznek a déli sarkra. Viccet félretéve, ez a hírcsatban volt, Google térkép utcanézete több mint 400 000 kilométernyi utat lefedő tartalommal bővült, így még több helyen sétáltunk a virtuális utcákon. A különleges helyszínek gyűjteményébe is kerültek újdonságok, például akár dániai kastélyok területét is megnézhetjük. Az utcanézet, ugye a Street View lefedettsége többek között Macau, Szingapur, Svédország, az USA, Tajvan, Tájföld, Olaszország, Nagy-Britannia, Spanyolország, Japán, Franciaország, Brazília és Mexikó területén bővült. Ugye a Google folyamatosan foltozgatja a térképeit, és alig néhány hete mutatta be az óceán mélyére navigáló eszközét. Ennek sok haszna van valószínűleg. Hát nem lehet gyönyörködni a halakba. Tehát, hogyha mit tudom, olyan hangulatodban van, csak nézegetni a halakat, akkor meg tudod tenni. Erre is gondol a Google. Ott a forgalom függő. Nem hát, de most nem. Forgalmi nézet ott mi ellen? Vigyázz, halrajzás van, vagy nem tudom, arra nem menj. De egy lamantin, úristen. Na, de nem, ez azért van egyébként szerintem, mert összedolgoznak titokban az Apple-lel, és amikor Berlinbe mész az Antarktiszra, az óceán alatt a kocsival, akkor legyenek neked a halrajzásról információid. Szerintem itt megvan a kartel, ennyi. Egyébként biztos, hogy van valami, tehát ez olyan dolog, hogy az ilyen nagyok azok biztos, hogy együtt ülnek, röhögnek, és ott ha-ha-ha-ha, mutatják kifelé, ugye. Samsung gyártja az iPhone. Igen, tehát ennyit erről. A másik, ami érdekes, hogy ez mind a Google Maps-re, mind pedig a iPhone-os térképre igaz, hogy véletlenül kikerült egy nem is tudom milyen titkos katonai bázis, fölkerült a térképre, elfelejtették levenni.
De ezek az ilyen titkos katonai bázisok is olyan nem tudom, tehát... De a fekete akik, fold, akkor ez megint egy kicsit ilyen enigma téma, meg ilyen összeesküvés elmed, most őszintén, hogy titkos katonai bázis, úristen, hát olyan titkos, akkor hogy lehet fönn egy térképen? Hát fiatalán kikerült. De, hát ma műholdjaik leveszik, és ugye kapnak egy listát, gondolom, elviszik egy TXT file-ba a CIA-tól. Ha én csinálnék egy titkos katonai bázist, az alapból a föld alá csinálnám, vagy valami hegyben, vagy valami, ami most őszintén, tehát abból mi látszódna egy műholdról? Tehát... A csillagkapu. De most tehát ezek akkora baromságok, amivel megetetik a nép, egy gyerekek, ezeket ne kajáljátok be, jó? Tehát ez csak ilyen tipikus hírbehozás csak, hogy valamiért beszéljenek arról az adott szolgáltatásról vagy termékről, mert lehet, hogy nincs más, amivel lehetne éppen beszélni, akár negatív, akár pozitív értelemben is, de azért csinálják ezeket, hogy beszéljenek róla. Csak hogy szó legyen róla. Jó, úgyhogy ne tessék minden infót bekajálni, ez körülbelül az a kategória, mint a brit tudósok. Tehát ennyi brit tudós, amennyire hír van, a egész Nagy-Britannia csak tudósokból állna. Hogyha... Itt van, meg mindenki tud énekelni. Meg mindenki mondjuk ez is igaz. Na, hát megvannak a különböző sajátosságaink. Na, igen, hát más, egyébként eléggé uborka szezon volt a héten most, hogy így nézem meg, már így próbáltam napközben nézni. Na, szóval a Twitternek semmi értelme, viszont mobilon már veri az Instagram a Twittert. Az Instagramra viszont teljesen rászoktam. Én azért, én ritkán használom, bevallom őszintén, megmondom miért, az én telefonomon valamiért, ha az Instagrammal készítek fotót, akkor a thumbnail nézete még jó, de ha belemegyek magába a fotóba, nekem ilyen crisscrossok vannak, tehát valahogy elrontja a fotót. Ha az ő alkalmazásához próbáltam, nem megy, nem tudom miért van, és próbáltam utána keresni fórumokon is, nem találok ezzel kapcsolatban infót, úgyhogy vannak ilyen rejtélyes dolgok, és csak az előlapi kamerával van így, ha hátlapi kamerával csinálok, azzal tökéletesen jól megy. Úgyhogy azt szoktam csinálni néha, bár nekem a saját telefonomnak a fénykép szoftvere is, tehát a fénykép készítő szoftvere is tud ilyen hatásokat rátenni, tehát nem muszáj az így, tehát körülbelül ugyanazt tudja, mint az Instagram, úgyhogy ezért inkább a sajátot használom, ha nehogy Isten mégis Instagramra akarom feltöltöm, akkor a már megcsinált képet töltöm be az Instagramba, és akkor úgy posztolom az Instagramra, mert másképp nem tudom megoldani, mert ugye mondom, a saját kamerájával nem megy. Úgyhogy én ezért ritkán használom be, valóban őszintén. Viszont ez is egyfajta ilyen közösségi szellemet épít, tehát egy olyan fotóalbum lájkolási lehetőség, kommentekkel meg minden. De hát erre a Facebook egyébként is ott vált, ott is van fotóalbumok, én ezért nem mertem teljesen, hogy ez alapvetően arra van kitalálva, hogy az ember manipulálja picit a fotókat, hogy szebb hatásokat tegyen rá. Tudod, hogy mire volt ez alapból kitalálva? Ez miért? A rossz minőségű kamerák. A rossz, melyik telefonban volt ez, amelyikben nagyon rossz minőségű kamera volt? Ugye a 3GS iPhone-ba, és arra először csak iPhone-on volt ugye az Instagram. Az még a kukacos alma volt. Igen, egyébként az egy jó telefon, a kamerát leszámítva, és utána terjedt el. Én egyébként szeretem, mert tényleg ilyen apró dolgokra leteszel valamit, hogy mégis látszódjon, hogy mindenki már tudja, hogy mi van, vagy nem tudja, és akkor ezt pont felteszed, és többen használják már a kép megosztót, mint az üzenet küldőt, ráadásul az Egyesült Államokban ugye a Twitter, ahol a Twitter népszerű. Ez rendkívül fontos egyébként az ilyen különböző marketing dolgokban, itt van egy csomó diagram erről, ez most minket nem érdekel, hol a pénz. Ugye nem lát a Facebook, az Instagram úgy tulajdonos egyenlőre ebből pénzt, a szolgáltatás ugyanis ingyenes és reklámmentes még. Ugye még nem találták meg azt a fajta reklámozás mobilra, de ez a Facebook-tól az Instagram, ez összes ilyenig. Senki nem talált, hogy ne legyen zavaró, de ott olyan a mobilon a reklám. Hát azon kívül egy-egy alkalmazásnál ott van a banner és ott futkározik, de ha be tudja tölteni. Tehát az is érdekes, mert ha nem akarsz egy alkalmazásnál használni, kikapcsolod az internetet, mert mondjuk nem kell hozzá, igen, akkor nem tudja betölteni az ad-szerverről a reklámot, ergo reklámmentes lesz. Ugye? Tehát ezek is érdekes dolgok. Én például erre egy jó példa, amikor kint voltam Egyiptomban, és ott nem használtam a netet, és például Angry Birds-el játszottam unalmas idejénbe, és ugye az Angry Birds-ben is vannak reklámok, bannerek, és érdekes módon nem voltak Egyiptomba, mert hát nem tudta betölteni az ad-szerverről magát a reklámot, ergo reklámmentes volt. Ugye? Tehát ki lehet ezt játszani. Igen. De... Tehát na, valóban csak így tudnak, máshogy nem lehet igazából pénzt csinálni a mobilos üzletákból, csak és kizárólag reklámhirdetésekkel. Így van. Na hát körülbelül egyébként így hamarosan a műsor végéhez is fogunk érkezni. Abszolút. Mit akartam, valami volt eszembe jutott az előtt, de majd eszembe jutott. Firefoxot érdemes frissíteni, mert a legutóbb kiadott verziója az nagyon hibás, ugye beszámoltunk róla, hogy kedden adták ki
a legújabb verziót, és már vissza is vonták, hogy úgy mondjam, illetve kiadtak hozzá egy javító patchet, mert súlyos biztonsági hiba van benne. Úgyhogy azok a felhasználók, akik a Firefox-ra bízzák az adataikat, jobban teszik, ha lefrissítik a böngészőjüket, ugyanis csütörtök este egy új javított változatot adott ki a Firefox 16-ból a Mozilla, bár 14 kritikus és súlyos hibát zárt le a szoftverben, de cserébe két új kritikus sebezhetőséget nyitott benne. Márhogy az új Firefox, úgyhogy de már ezt is javították, úgyhogy tessék mindenképp frissíteni, de 16.01-es lett ezáltal a verziószám. Tessék letölteni, aki Firefoxot használ, mert így lesz biztonságos az operáció. Így van, és hát egy rövid hír a végére, ezt nem is akarom kommentálni, szerintem a hírnek a részletei nem is érdekesek, csak itt a különböző cégek közötti hisztire. Az Apple az igazol a Samsung vezető chip tervezője. Úgyhogy elképzelem, ahogy Cupertino-ba bemegyek és tálcával az üzemi étkezdébe, és egyedül leül, és nem ül hozzád a senki, mert a Samsungnál dolgozott, megdobálják, amit tudom én, a almával. Száraz csirkemellel, vagy almával, így van, biztos, úgyhogy ennyi. És almát eszik, és ropog a fog alatt. Na jól van, de saj, most... Saj, az a népdal volt, nem? Vagy valami ilyesmi. Köszönjük. Valami ilyesmi. Köszönjük szépen a figyelmeteket, lájkoljátok a különböző oldalakat továbbra is, érdemes, hiszen bármikor lehet újabb és újabb. Pontosan, lesz is nem sokára újra nyereményjátékunk, úgyhogy érdemes a Facebook oldalunkat mindenképp látogatni, facebook.com/fixhd, ez a globális oldal, Marcit a facebook.com/fixmarci címen, engem pedig a facebook.com/vendifix oldalon értek el. Így van, várjuk, jó lájkokat. A cégek, akik holnap mennek a fesztivál, azoknak meg jó szórakozást. Pontosan, jó, sziasztok! Sziasztok! Együttműködő partnerünk proserver.hu, fényképes ajándéktárgyak.hu.